Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mondhatnám azt, hogy jó estét Európa, szép napot Kanada és jó reggelt Ausztrália. Úgy látom, hogy rengetegen vagyunk most ezen a webkonferencián, ezt nagyon-nagyon-nagyon jó néven veszem, hogy ilyen későn is mindenki fent van és velünk tart. Mint ahogy említettem, a ma esti webkonferencia témája egy rendhagyó téma lesz, hiszen ma nem egy betegséget fogunk kivesézni, több szempontból körüljárni, hanem az öt természettörvényről lesz szó. Ennek a gyakorlati jelentőségét fogjuk taglalni. Karesszel mindketten nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a germán gyógytudomány öt természettörvényét mindenki ismerje, mindenki tudja. Rendszerint ez a webkonferenciák kezdő része is, hiszen fontos tudni azt, hogy miről is szól a germán gyógytudomány. Viszont az öt természettörvény megértése és ennek gyakorlati jelentősége ez nagyon fontos dolog, hiszen itt kezdődik minden. Hogy mit kell az öt természettörvényről tudni, mi az, hogy germán gyógytudomány kitalálta fel, és egyáltalán hogyan tudjuk ezt a tudást a hétköznapokba beilleszteni, erről fog ma is az előadunk önöknek beszélni. Fogadják nagy szeretettel dr. Budai László Károlyt, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyászt, életmódtanácsadót és germán gyógytudomány terapeutát. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és valójában minden webkonferencia elején néhány szóban röviden összefoglaljuk az öt biológiai természettörvényt, de most egy más szempont szerint szeretnénk erről beszélni, pontosan azért, hogy mindenki értse, hogy nem azért mondjuk el, mert illik elmondani ezt az öt törvényt mindenkinek, illik tudnia, hanem ennek az öt törvénynek igenis gyakorlati jelentősége van az életünkben. Ha tudjuk, hogy melyek ezek a törvények, és hogyan hat ki a mindennapi életünkre. Tehát ezért kell erről egy más szempontbeli összefoglalót tartani, pontosan azért, hogy ez az öt biológiai természettörvény átmenjen számunkra a gyakorlatba. Ugye ne feledjük, hogy a germán gyógytudomány elnevezést Hammer doktor azért adta az új medicinára, a germán új medicinának, mert rengeteg új medicinát fedeztek fel párhuzamosan, és nem akarta, hogy összekeverjék azokat a dolgokat az ő felfedezésével, mert valójában a biológiai rendszerek, tehát emberek, állatok, növények működésének a megértését a germán gyógytudomány biztosítja számunkra. Tehát a GNM, a germán új medicina, az germán gyógytudomány nevet változtatott, és ezt levédte Hammer doktor. Aztán hát a La Medicina Sagrada az is kifejezi, hogy ez Isten legnagyobb ajándéka az emberiség számára, hisz megérthetjük, hogy hogyan működünk biológiai lényekként, és mitől betegszünk meg. Hammer doktor személyiségéről egy egész napot betöltő előadást lehetne tartani, mert egy rendkívüli kollégáról van szó, aki ugye 1935. május 17-én született Németországban, Mettmann településen, aztán 54-től kezdte a medicinát tanulni a németországi egyetemeken, de közben párhuzamosan fizikát és teológiát is hallgatott. Azt vallotta Hammer doktor, hogy a fizikát tudnia kell mindenkinek ahhoz, hogy megértse a biológiai rendszereket. A teológiát pedig elvégezte, hiszen az édesapja is teológus volt, és a nehéz anyagi körülmények között, amelyek között végezte az egyetemet, ő hétvégenként prédikációkat tartott istentiszteleteken, és ezekből a bevételekből próbálta ellátni a családját, hiszen Hammer doktor már az egyetemi évek alatt megnősült, sőt, gyerekeiket is bevállalta, mindet, ahogy jöttek, és ez okozott egy konfliktus közte és a szülők között, és ezért is volt ráutalva arra, hogy a saját ellátását, a családjának az ellátását biztosítani tudja. Belgyógyászatból szakvizsgázott, de mindenféle klinikán dolgozott többek között, évekig dolgozott a daganatos betegekkel, és egy csomó találmánya lett Hammer doktornak, mert ő egy nagyon intelligens, feltaláló ember,
aki létrehozta az úgynevezett Hammer-szikét, 20-szor élesebb, mint a legélesebb borotva, és a plasztikai sebészek nagyon örültek egy ilyen találmánynak, de felfedezett olyan masszázs ágyat, ami automatikusan igazodik az emberi testhez, amikor a beteg belefekszik, aztán ilyen bőrön keresztül használható szérumdiagnosztikai eszközöket és speciális csontfűrészt. Ezekből a találmányokból már végre tudta biztosítani, mármint a találmányok után járó jogdíjakból a családjának az ellátását, és ezért 76-ban úgy döntöttek, hogy Olaszországba telepednek le, mégpedig a déli tartományokban, ugye a szegényebbik részen, és Nápolyban a szegény embereknek az ellátását vállalták. Felesége, Sigrid Hammer, szintén orvos, és tehát együtt végezték az egyetemet, és 76-ban, mikor már minden a tervek szerint ment, akkor ők átköltöztek Olaszországba. Ne feledjük, hogy az egész család tiszteletbeli olasz állampolgárságot kapott, és 76-tól 78-ig minden az elképzelések szerint történt, amikor is 78. augusztus 18-án hajnali 3-kor egy elfelejthetetlen, egy kitörölhetetlen emléke lett Hammer doktornak, mégpedig az, hogy felhívták, hogy a fiát két lövéssel halálosan megsebesítették. És nem más, mint Emmanuel herceg, az olasz trónörökös, aki tök részegen, Korzika melletti Cavallo szigeten a csónakban pihenő fiát álmában két lövéssel megsebesítette. Az életük ettől a pillanattól teljesen megváltozott. Hammer doktor 111 napon keresztül küzdött a fia életéért, aki 19 sürgőségi műtéten ment keresztül, majd Heidelbergben a karjai közt halt meg Dirk Hammer, a fia. És két hónap múlva Hammer doktor heredaganatban betegedett meg, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolat a fia halála, Dirk Hammer halála, és az ő heredaganata között, tehát a fia elvesztése és a kialakult hererák között. Ezen a képen nem csak a borítót mutatom be, ahol a fiának a fényképe szerepel, hanem azt a festményt is, amit a 18 éves korában festett a fia, hogy hogyan fog ő kinézni 80 évesen. Ez egy fantasztikus önarckép, és megdöbbentő, hogy a fia már a halála előtt kijelentette, hogy vagy nagyon korán meg fog halni, vagy nagyon híres ember lesz. Igen, ezt olvastam az egyik cikkben, hogy azt mondta, hogy egy éven belül vagy nagyon híres, vagy halott leszek, és hát nagyon szomorú az, hogy az utóbbi nyilvánult meg, és mennyire szomorú az, hogy egy 18 éves fiú elképzeli magát 80 éves öreg papaként, és sajnos még fiatalon öregedés előtt átkelt a túlvilágra. Tehát, ahogy mi szoktuk fogalmazni, frekvenciát váltott, hiszen Dirk Hammer ezután álmában megjelenik az apjának, és folyamatosan támogatja, biztatja, hogy folytassa a kutatásokat. Hammer doktor a heredaganata kapcsán elgondolkodott, hogy kell legyen valami összefüggés a fia elvesztése és az ő heredaganata között, és ezért kezdett hozzá a daganatos beteg között egy kutatáshoz. Szeretném bemutatni azt az asszonyt is, aki mindvégig Hammer doktor mellett küzdött, négy gyereknek adott életet, ő a Sigrid, hűséges társa majdnem 30 éven keresztül. 5 rákbetegséget küzdött le a fia halála után, többé-kevésbé egymás után, de a szenvedésének egy szívinfarktus vetett véget 85. április 12-én. Ez döbbenetes, és szintén a karjaiba halt meg Hammer doktornak, nem csak a fia, hanem a felesége is. Valami hihetetlen, hogy Hammer doktor mekkora lelki erővel rendelkezett, hogy a fia halála után a felesége szenvedés történetét is végig kísérte, asszisztálta, és mivel már az első biológiai természettörvényt 1981-ben felfedezte, és igazolta is, hogy 10 millió az egyhez a bizonyossága, hogy ez a rákvas törvénye, ez valós, utalok itten a
40. esetre a ményakrákról szóló történetre a weblapon megtalálható. Tehát nyilvánvaló, hogy már akkor az összefüggéseket egyértelműen látta Hammer doktor, hogy milyen lelki megrázkódtatások, milyen biológiai válaszokat okoztak a felesége életében is. A felfedezés, a világra szóló felfedezés, a rák vastörvénye volt 1981-ben, ezt az első biológiai természettörvénynek nevezte aztán át, mert kiderült, hogy még további 4 természettörvényt kellett felfedezen Hammer doktor, hiszen a fia álmában megjelent és biztatta folyamatosan a további kutatásokra. A DHS Dirk Hammer nevét tartalmazza, Dirk Hammer szindrómát jelent, és azokat a kritériumokat, amelyek jelen kell legyenek ahhoz, hogy egy lelki megrázkódtatása az agyunk közvetítésével elinduljon egy szervi szintű elváltozás. Milyen lelki megrázkódtatásról van szó? Egy nagyon súlyos, váratlan, hirtelen, meglepetésszerűen érkezett érzelmi konfliktusról, amit ugye elszigetelten, magányosan élünk meg, és benne ragadunk a konfliktusban. Tehát ne feledjük el, hogy ilyen történetek mindig lesznek az életünkben, de a kérdés az, hogy meddig maradunk benne a konfliktusban. Mert hogyha minden konfliktusukat lezárnánk ma is, ahogy tanítottak, nem újjék el nap a te haragoddal, akkor meg se tudnánk betegedni, illetve a krónikus betegségek ki se tudnának alakulni. Tehát a lélek agyszerv tengelyt, azt Hammer doktor írta le német precizitással, összefoglalta a tudományos táblázatba. Rengeteg ezotérikus könyv foglalkozik azzal, hogy a lelki megrázkódtatások azok igenis betegségeket okoznak, de ennyire tudományosan senki nem igazolta Hammer doktoron kívül azt, hogy milyen összefüggés van egy lelki megrázkódtatás és a szervi elváltozás között. Az agyat nem lehet kihagyni ebből a történetből, ne feledjük el, minden úgynevezett betegség, amit értelmes biológiai különprogramnak nevez Hammer doktor, ez az EBK-nak a rövidítésnek a jelentése. Tehát minden értelmes biológiai különprogram azért indul el, mert van egy feloldatlan lelki megrázkódtatásunk, ami az agy közvetítésével szervi szintű elváltozást fog okozni. Azt se feledjük, hogy kialakulnak a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyeket megtapasztaltunk a váratlan, meglepetésszerű megrázkódtatás alatt, ezek a körülmények rögzülnek számunkra az érzékszerveink által, és ezek, hogyha visszaköszönnek, és nincs megoldva érzelmileg az, amit érzelmileg elindítottunk, akkor újraindul az egész program, most már külön konfliktus nélkül. Tehát a sínek addig maradnak meg, addig fognak minket emlékeztetni, ameddig meg nem oldjuk érzelmileg mindazt, amit érzelmileg elindítottunk. És a mellékelt képek pontosan arra utalnak, hogy mindig, mint egy villámcsapásszerűen, váratlanul, meglepetésszerűen jön, mint derültékből a villámcsapás, egy ilyen történet az életünkbe, és hogyha benne ragadunk, és elszigetelten, magányosan éljük meg, mint ez az eldobott maci itt az aszfalton, akkor természetes, hogy benne fogunk ragadni a konfliktusba, és ez dönti el, hogy mennyi ideig maradok bent a konfliktusba, ez fogja eldönteni, hogy milyen hosszú lesz a gyógyulási szakasz. Ne feledjük, hogy értelmes, biológiai különprogramokról van szó, amelyek különben nem indulnának el, és nem betegítenének meg minket idézőjelbetéve, ha mi lezárnánk érzelmileg a konfliktusainkat. De mivel nem tudjuk túltenni magunkat napokon, heteken, hónapokon keresztül egy kellemetlen történeten, ezért az érzelmi konfliktusra jön a szervi válasz, amit nevezhetünk biológiai konfliktusnak. A lélek-agyszerv-tengely feltételezése 1981-ben egy merész történet volt, hiszen akkor az agyi CT-k még nem léteztek, illetve nagyon kezdetleges állapotú agyi CT-k álltak rendelkezésre. Ugye a CT azt jelenti, hogy komputer tomográfia, vagyis egy olyan rétegfelvétel az agyról, amelyet számítógép vezérel. Nos, ha a koponya alappal párhuzamosan készült felvételeket nézzük, akkor fogjuk meglátni az agyi
felvételen, ha kontrasztanyag nélkül készült az a felvétel, hogy vagy egy sötét gócot találunk, mint ezen a felvételen, itt piros nyilakkal Hammer doktor jelölte körbe egy meldaganatnak a konfliktus aktív szakaszban levő koponya CT-jét, vagy pedig láthatunk olyan foltot is az agyon, amit ezen a képen láttunk, és ezt ugye idézőjelbe téve agytumornak nevezük, hiszen ezen a képen semmi más nincsen, csak ártalmatlan gliasejt szaporulat. Ne feledjük, hogy az idegszövetben gliasejtek és idegsejtek vesznek részt, és szaporodásra a gliasejtek képesek. De hogyha mi folyamatosan ugyanazt a konfliktust többször megéljük, akkor mindig ugyanabban a Hammeri gócba becsapódik ez az érzelmi megrázkódtatás, és ott nyilvánvaló, hogy a sejtszintű elváltozás fog létrejönni. De ez akkor sem agytumor. Akit az agy tumorokról, tehát az agyi daganatokról szóló előadás érdekel, ezt is megtalálja a webkonferencia anyagok között, nem szeretnék itt most erre részletesen kitérni. De azt se feledjük, hogy egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Soha nem az számít, hogy mi történt valójában, ezt mindenki el tudja mondani, de hogy ki mit élt át abban a pillanatban, az csak és kizárólag a beteg tudja elmondani, illetve rá tudunk kérdezni a germán gyógytudomány tudományos táblázata alapján, mert minden egyes megélésre egy biológiai választ kapunk. Nem kettőt, nem hármat, nem tizenkettőt. Ha valakinek 12 féle tünete van, az azt jelenti, hogy 12 féle megélése volt egy vagy több konfliktussal kapcsolatosan. De ez a gyönyörűsége a germán gyógytudomány első biológiai természettörvényének, hogy minden tünetünknek egyetlen oka van. Ha több tünetünk van, ha több szervi szinten zajlik egy-egy értelmes biológiai különprogram, az azt jelenti, hogy többféle megélés vagy következmény konfliktus miatt történt mindaz, ami történt. Ezt a fóliát se részletezném, mert a női biológiai programokról szóló webkonferencia anyagban ezt részletesen elmondom. Az első biológiai természettörvény gyakorlati jelentősége tehát összefoglalható abban, hogy kiderül, hogy mindig én betegítem meg magam, de én is gyógyítom meg magam. Mikor? Ha megengedem, hogy a biológiai testem rendbe hozza önmagát. Pontosan itt van ennek a germán gyógytudomány rendszerének a kulcsa, hogy ne kívülről várjuk a passzív gyógyítást, hanem aktívan vegyünk részt a saját gyógyulásunkban, tehát megengedni magunknak azt, hogy a biológiai testünk rendbe hozza magát, ez feltételezi azt, hogy elfogadom a jelenlevő tüneteket. Így van. Elfogadom azt, hogy most pihennem kell, és nem harcolok és küzdök a testem ellen. Igen. És nem próbálok meg külső módon hatni rá, hanem hagyom végigfutni ezeket a biológiai programokat. Igen, de ehhez tudnom kell, hogy azok a tünetek, amelyek jelentkeznek, amikről még beszélni fogunk, hogy azok éppen mit jelentenek számunkra. És ez a lényege, hogyha ismerem az öt biológiai természettörvényt, akkor le tudok nyugodni. Meg tudok nyugodni abban a tudatban, hogy éppen gyógyulok, és arra kell vigyáznom, hogy ne indítsam el újra ugyanazt a programot. Mert hát, ahogy azt a Miért akad el a gyógyulásunk című előadásban elmondtuk, éppen a következmények lesznek azok, amelyek újraindítják a programot. Egy nem gyógyuló fekély a karomon, ugye, az elcsúfítottságot okoz, vagy az arcunkon ugye ezek a pattanások, ettől még csúfabbnak érzem magam, és még több pattanást fogok létrehozni. Ha egy gyógyuló vastag béldaganatról van szó, és hát fájdalmas a székletűrítés, és gennyes, véres székletűrül, akkor már ettől is szarul érezhetem magam, tehát újraindítom a programot. Ha egy falatkonfliktus megoldás, akkor a manduláim lebontása fájdalma miatt nem tudok enni, akkor másodlagosan újra megélem a falatkonfliktust. Ha a fáradtság miatt, amit egy önleértékelési program megoldása miatt a gyógyulási szakaszban megtapasztalunk, mi újra leírjuk önmagunkat, akkor megint nem tudok meggyógyulni. Ha nem tudom elviselni a csipőizületi fájdalmamat, akkor a csipőizületem nem fog meggyógyulni, mert pontosan ez a programnak a lényege, akkor fáj a csipőizületem, ha valamit nem bírok elviselni, és átmentem gyógyulási szakaszba.
Ha igazságtalanságnak élem meg, hogy már megint fáj a nyakam, akkor természetes, hogy a nyakam nem fog meggyógyulni, mert az igazságtalanság az, ami a nyakamat érinti. Tehát ezért kell valamilyen szinten megérteni azt, hogy mi történik ebben az egész biológiai rendszerben, és ha tudom, hogy ez most arról szól, hogy akkor semmi más dolgom nincsen, csak örülnöm a gyógyulásomnak, és ezt megteszem, akkor meg is gyógyulok. Ezért mondom azt, hogy a lelki békémmel, a megbocsátással, az elengedéssel, az érzelmi megoldással természetesen feloldódnak a sínek, és már nem fog ugyanez a dolog megismétlődni. Nagyon érdekes az, hogy a biológiai programunk érzelmi megoldása alatt mindenki teljesen mást ért. Hát rengeteg levelet kapunk olyan bejegyzésekkel, hogy dolgozok magam. Dolgozok magamon, igen, ezt élvezem. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés bennem, hogy hogyan. Hogyan. Nagyon fontos az, hogy igenis vessünk egy számot a belső megéléseinkkel. Igenis kell ezzel foglalkozni. De ne várjuk ezt külső szemétől, aki majd kikopogtatja, kinyomogatja, kiropogtatja belőlünk ezeket a konfliktusokat. Rengeteg olyan terápiás eljárás van, ami pontosan arra tanítja meg a terápiát alkalmazó embert, hogy ő semmit ne tegyen, mert van a terapeuta, aki majd mindent helyette majd megold. Igen. Jelen pillanatban az én aktuális tudásom szerint ilyen nincs. Hát nincsen. Senki helyettem nem fogja tudni megoldani azt, amit én indítottam el magamban. De akkor mi, miképpen dolgozzunk magunkon? Mi az, hogy érzelmi feloldás? Mi az, hogy érzelmi megoldás? Ez alatt azokat a dolgokat értjük, amikor érzelmileg más a hozzáállásom. Igen. Tehát már nem fakadok sírva, ha egy szomorú velem megtörtént eseményről beszélek. Igen. Amikor nem beletörődök, hanem elfogadom. Nagy amikor különbség. Nem feladom, hanem elfogadom. Amikor nem úgy gondolom, hogy én ezen már túl vagyok, hanem ezt úgy érzem, és teljes meggyőződéssel mondom ezt ki. Igen. És nem magam elől próbálok bujkálni az agyamban, hogy úgy teszek az agyamban, úgy gondolkodok, mintha már megoldottam volna, és nagyon sokszor ilyen helyzetekben egy kérdés feltétele után rájövünk, hogy kilóg a lóláb, mert ez csak egy gondolati meggyőződés, igen, ami igenis szükséges, csak itt az érzésekre való munkáról lenne szó, és ezt senki nem tudja helyettünk megtenni. És így jutunk el arra, ha a dolgokhoz másképp állunk hozzá, más a szemléletünk, más a felfogásunk, más az érzelmi reakciónk, hogyha az életünk során történik valami, és én erre már nem azzal a vehemenciával reagálok, vagy egyáltalán nem reagálok, vagy nem maradok benne órákig, napokig, igen, évekig, és így tovább, akkor megtanulom azt, hogy ezek az események valamilyen üzenettel jönnek felém, valamit meg akarnak tanítani, és rögtön azt látom meg benne, hogy ugyanez most számomra nem kívánatos eseményként van jelen az életemben, de valami jót is fog hozni. Például megtanulhatok bizonyos érzelmeket átalakítani, és ha ezt megtanuljuk és begyakoroljuk, akkor gyakorlatilag feleslegessé tudjuk tenni az érzelmi megrázkódtatásokat, és meg sem betegszünk. Gondolok itt egy olyan esetre, ha történik, mert holnap is és jövő héten is történhet bárkivel valami igazságtalan dolog. De ha ismerem a germán gyógytudományt, és tudom, hogy ezzel a saját nyakam csontjait szedem szét, igen, egy nagyon súlyos igazságtalansággal elgondolkodhatok, megéri ezt a konfliktust ilyen mélyen megélni, vagy érdemesebb lenne lapozni és azt mondani, hogy ez van. Ez van, ez egy nagyon fontos kilépő mondat. És inkább elengedem azt, mint hogy megoldásban fájjon a nyaka, mert valójában senki nem szeret fájdalmakkal szembesülni, és nagyon sokszor pont ez a tudás, hogy tudom, hogy ez a helyzet milyen tüneteket hoz az életembe, akadályoz meg abban, igen, hogy egyáltalán ezt a programot túl komolyan vegyük. Ha egy picivel tudunk ezen tompítani, tudatossággal, odafigyeléssel, másféle gondolkodással, elfogadással, megbocsátással, elengedéssel, pokoli szerepek felismerésével, hogy nem mászok bele az áldozati helyzetbe, hogy szegényén, hogy fáj nekem az önsajnálatba, és így tovább, akkor már ez a tudás, ez a tapasztalat fog egy olyan szintre hozni bennünket, hogy ezek a
biológiai konfliktusok, ezek feleslegessé váljanak az életünkben, tehát egyre ritkábban, egyre kisebb mértékben ráznak meg, egyre rövidebb ideig maradunk benne, és gyakorlatilag egyre egészségesebbek maradunk. Hát pont ez a hétvégi háromnapos képzéseinknek a lényege, hogy tanuljuk meg feleslegessé tenni ezeket a külön programokat, amelyek különben nem indulnak el, csak ha én elindítom. Ne feledjük, hogy ezek külön programok. Ott vannak túlélő programonként a DNS-ünkbe bevésve. De hogyha én megtanulok félelmek nélkül élni, elvárások nélkül élni, és megtanulom elfogadni azt, ami van úgy, ahogy van, ez van, akkor itt feleslegessé tesszük ezeket a külön programokat. Nagyon érdekes, amit mondtál, mert minden értelmes biológiai különprogramuk egyetlen egy DHS. Ez az első természettörvény lényeges része. Ez egy nagyon lényeges rész, igen. Viszont a DHS ez mindig egy olyan eseményt jelent, amikor valamilyen elképzelésem, elvárásom, feltételem nem teljesült. Tehát nem úgy történnek a dolgok, ahogyan én ezt szerettem volna, másképp nem rázna meg. Másképp nem rázna meg, igen. Ha minden úgy alakulna, hogy elképzelem, akkor azt mondanám, hogy szép az élet. Kereszt, a múltkor mondtál valamit, hogy hogyan van felépítve a világ? Hát a világ nem úgy van felépítve, hogy a számunkra kényelmes legyen. Ugye? Hanem úgy van felépítve, hogy megtanítson engem arra, hogy elfogadjam a világot és önmagam úgy, ahogyan van, úgy, ahogyan vagyok. És mindig az a probléma, amikor ezt nem tudom elfogadni. Mert nem így képzeltem el. Jó van, akkor mi lehet változtatni a valóságon, vagy az elképzelésemen? A választ meghagyom mindenkinek. Tehát ne feledjük, hogy mindig minden tünet mögött egyetlen megélés van. És a biológiai válasz, ugye a DHS után, az jön. A konfliktus aktív szakasz látjuk itt, második biológiai természettörvény, minden két szakaszban zajlik. Ugye a DHS a megoldatlan lelki probléma után, ameddig beleragadok a konfliktusba, addig itt leszek a kék színnel jelzett mezőben a konfliktus aktív fázisban. És ugye egy lelki megrázkódtatásra kapok egy biológiai választ. Természetesen, hogy az én nyugalomban élő sejtjeimre ez konfliktusként fog hatni, mert vagy elkezdem szaporítani őket, vagy elkezdem sorvasztani őket, vagy elkezdek működést változtatni, ezt meg részletezzük a harmadik törvényben, hogy mitől függ ez. De természetes, hogy a lelki konfliktusra lesz egy biológiai konfliktus válasz, a konfliktus aktív szakaszban, de ne feledjük, hogy könyörgök, már a konfliktus aktív szakaszban a biológián a segítségemre jön. Azt, amit én lelkileg nem tudok megoldani, az megpróbálja a biológián biológiai szinten megoldani. Tehát, ha én egy támadás bemocskoltsági tünetet éltem meg, akkor elkezdem a sejtjeimet szaporítani, hogy védjem magam a támadás a bemocskoltság ellen. Teljesen normális történet. És hogy ebből lesz csak egy egyszerű pattanás, vagy léppen eljutunk a melanómáig, az teljesen részletkérdése, hogy mi lesz. Az a kérdés, hogy meddig ülök bent a konfliktusban, meddig nem tudom magamat áttenni egy történeten, ez fogja meghatározni, hogy milyen hosszú ideig és milyen súlyos lesz, úgymond, a szervi elváltozás. Meddig szaporítok, meddig sorvasztok, vagy meddig tartok fent egy működésváltozást. Itt viszont el kell mondanunk azt, hogy a biológiánk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. Így van. Tehát nem kell valamilyen vegyszernek, vagy olyan anyagnak a bőrömre esni ahhoz, hogy bemocskolva érezzem magam. Elég ezt átvitt értelemben is megérezni, valami megalázó, leajasító, valami olyan dolog, amitől én kellemetlenül, kényelmetlenül, bemocskolva, megszégyenítve érzem magam, az például egy bemocskoltsági konfliktus, hogy a példádat folytassam, tehát nem kell konkrétan oda arra a bőrterületre semminek sem esnie, ahhoz, hogy az értelmes biológiai különprogram elinduljon, tehát valóság, álom, illúzió. Tehát ha szimbolikusan történik valami, átvitt értelemben, az is a biológiánknak ugyanazt jelenti. A nagy okos agyunknak ez teljesen mindegy, hogy valóság, álom vagy illúzió, jön a biológiai válasz. Tehát már a konfliktus aktív szakaszban kapok egy biológiai segítséget. Amikor megoldom a konfliktust,
Utána jön a megoldás utáni fázis. Természetesen, hogy jelentkeznek a gyulladásos tünetek, és akkor futok orvoshoz, amikor éppen gyógyulok. És kapok rá egy csomó megoldást, hogy meg ne gyógyuljak. Ez így van kitalálva, mert hát betegnek érzem magam. Nem tudok örülni a gyógyulási tüneteimnek, mert nem ezt tanították. Ugye? Mert a gyulladásban ott van a fájdalom, ott van a duzzanat, ott van a melegség, láz, ott van, hogy nem működök megfelelően. Ez azért van, mert a gyógyuló szövetekben víz áramlik be. Ugyanakkor a koponyában, tehát az agyi relébe is begyülemlik a víz, ez fogja okozni a fokozódó fejfájást. Ugye kérdés, hány programot indítok? Annál nagyobb lesz a fejfájásom. És hogy melyik részen van az a bizonyos relé, ami elkezd duzzadni. Ez meg fogja az egészet zavarni a gyógyulásban. Tehát a konfliktus aktív szakasz. Után, ha megtörténik a megoldás, akkor igazán fogjuk magunkat betegnek érezni. Nyilvánvaló, hogy a gyógyulás tünetei annál erősebbek lesznek, minél hosszabb ideig tartott a konfliktus aktív szakasz. Ennek a gyulladásos, fájdalmas, fejfájásos időszaknak az epileptoid krízis vett véget, hiszen az epileptoid krízis azért van, hogy az agyi relé helyre jöjjön. Ez a fő történet ebben az epileptoid krízisben, ugyanis kinyomódik az agyi reléből is a víz, kinyomódik szervi szinten is a víz, és elkezdünk több vizeletet üríteni, mint amennyit megittunk. Ugyanakkor az epileptoid krízis a legmegrázóbb tüneteket fogja hozni számunkra, nyilván megint arról van szó, mennyit csücsültem a konfliktusba. Annál durvább tüneteket élek meg az epileptoid krízisben, és aztán jön a második nagy gödör, amint itt látjuk, ugye megint padlóra kerülünk, átvitt értelembe, megint ágyba zuhanunk, mert megjelennek megint a fájdalmas meleg tünetek, és iszonyúan fáradtnak érezzük magunkat. Ez az extrém fáradtság, ez egy a legjobb hír, ami van a világon, mert azt jelenti, hogy már csak néhány nap választ el engem a teljes gyógyulástól. És engedd meg, hogy egy újabb mondattal megszakítsam az előadásod. Arra szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mennyire furcsa az, hogy a biológiában megjelenik ez a kettősség. Tehát van egy aktív és egy megoldási szakasz. De milyen izgalmas az, hogy bennünk is ott van ez a kettősség, viszont a kettősség között van némi ellentét. Hiszen azokat a pillanatokat, amikor teljesen jól érzem magam, fitnek, egészségesnek, harmonikusnak, azt annyira természetesnek és magától értetődőnek gondoljuk. De azokban a helyzetekben, amikor egy kicsit kevesebb az erőnk, kevesebb a motivációnk, kevesebb a lelkesedésünk, mert vannak olyan tüneteink, amelyek picit kellemetlenebbé teszik a hétköznapokat, vagy vannak olyan tünetek, panaszok, amikor az ember nem kíván mást tenni, csak feküdni és aludni, vagy kipihenni magát, ilyenkor ezeket a jellegzetes tüneteket teljesen nem kívánatosnak tekintjük, és pontosan ezek azok, amelyek megijesztenek bennünket, hiszen tegnap még olyan lelkes voltam, annyi erőm van, ma pedig annyira tompa vagyok. Igen. Jó lenne ezeket az állapotokat is elfogadni. Pontosan ezek az ellenfogadás miatt vannak konfliktusaink, hiszen ha valami nem úgy történik, ahogy nekem kedvező és elvárt kívánatos, akkor ebből konfliktusom van. Jobb lenne ezeket a helyzeteket is egy picit átértékelni. Lehet, hogy a pihenést azt nem a lustaság jelének kellene gondolni, hanem annak, hogy éppen a biológián dolgozik, megengedem, hogy értem, tegyem bármit is, és kijavítsa azokat a programokat, amelyek bennem eddig az ellenfogadás miatt futottak. Hát igen, ez lenne az értelme ennek az egésznek, és ahogy azt Guylaine Saint-Pierre Longtemps is megfogalmazza, a betegség nem istenverése, hanem egy áldás, mert megmutatja nekem, hogy hol vagyok még elakadva az elfogadásban. És ne feledjük, ha nem oldjuk föl a érzelmileg a konfliktust, akkor a sinek gondoskodnak arról, hogy legyenek krónikus betegségeink, allergiáink. És ez lesz az, ami megszomorítja az életünket. Ez a krónikus betegségeknek a lényege. Ha nincs megoldva a konfliktus, akkor újra
és újra, ha belekerülünk hasonló körülményekbe, akkor a program elindul. És ha ez végigfut minden tavasszal és ősszel, akkor elkezdem az időjárást hibáztatni, hogy azért van nekem fekélyem, mert tavasszal és ősszel olyan a csillagok állása, hogy az én fekélyem elindul. Ennek semmi köze a csillagok állásához. Ez nem ezotéria, kérem szépen, ez kőkemény tudomány. Hogyha nem tudom megoldani azt, hogy ne ellenszegüljek mindennek, ami történik körülöttem, akkor benne maradok az ellenszegülési konfliktusba, folyamatosan ellenszegülök, és folyamatosan cukorbeteg leszek. Ez az, amikor meg se oldom a konfliktust. Szóval viszont nem is vagyok hajlandó változni állapot. Nem vagyok hajlandó változni állapot. A függőgyógyulás pedig az rákényszerít arra, hogy elgondolkodjunk valamin, mert ez egy állandó fájdalmat jelent. Itt azt látjuk a Hammer doktor grafikonján, hogy nem jutottunk el még az epileptoid krízisig sem, hanem újabb és újabb sinek újra és újra beindítják a megoldást, és ez fenntartja az állandó fájdalmat. Tehát ezen kellene elgondolkodni, amikor fájdalmaink vannak, hogy vajon milyen programon került megoldásra? Mi az, ami elakadt? Mit kellene végre lezárnom érzelmileg? És akkor ezek a dolgok mind-mind megoldódnának. Vagyis az a táblázat, amit Hammer doktor számunkra leír, az leírja, hogy egy biológiai program hogyan indul el, mi a konfliktusa, hol van a Hammeri góca, mi történik a konfliktus aktív szakaszban, a megoldásban, és kész. De hogyha ezek a programok elakadnak, akkor természetes más és más neveket fognak kapni a medicinában, és a Hammeri táblázatot gyakorlatilag a policiklikus lefolyás, a függőgyógyulás vagy a meg nem oldott konfliktusok szerint is újra lehetne írni, és akkor már 4 táblázatunk lenne hirtelen. Csak hogy ezekre nincs szükség. Arra van szükség, hogy megoldjuk a konfliktust, és ezt nem fogja se oltás, se gyógyszer, se műtét helyettünk megoldani. Ezt értsük meg, hogy ez egy feladat. Arra akar tanítani, hogy jobbak legyünk az elfogadásban. És ha megnézzük, hogy a második biológiai természettörvénynek mi a gyakorlati jelentősége az életünkben, akkor már az a lényeg, hogy meg tudjuk határozni, hogy hol tart maga a program. Hát kérdés ugye, hogy hány programunk fut. Melyik van konfliktus aktív, melyik van megoldási szakaszban. De ebben segítenek azok a webkonferenciák, amelyek elérhetőek a weblapról. Ne feledjük, hogy ez az idén a 43. webkonferencia, és a tavaly is volt 35. A tünetek miatt már nem kell aggódni. Újabb felesleges programokat már nem kellene elindítani. Tudnék örülni annak, hogy gyógyulok? Ez itt a kérdés. Tudom, hogy fáj, de tudunk fájdalmat csillapítani gyógyszerek nélkül is. És ha elakadt a fájdalom, akkor tudjuk, hogy elakadt a megoldást követő fázisban a gyógyuláson. Tehát még mindig a konfliktust kell teljes mértékben megoldani. És ahogy mondtad a bevezetőben, nem elég, hogy én azt gondolom, hogy én ezt megoldottam. Azt gondolom, az még nem megoldás. A pozitív gondolkodás egy nagyon jó dolog, ez az első lépés, de amíg ebben nem teszem bele az érzelmet, addig nem lesz megoldás, hiszen nem gondolati konfliktus, érzelmi konfliktus indította el a biológiai programot. És megfejthető, hogy mikor zárul le a program. Tehát a tünetek alapján a második biológiai természettörvény ismeretében tudom, hogy hol tartok. És pontosan ez lesz az, hogyha valakinek elmúlnak mondjuk az ízületi fájdalmai, és aztán újra jelentkeznek, akkor csak annyi történt, hogy túl vagyok az epileptoid krízisen, amikor nem volt fájdalmam, és nem írom le magam, hogy te jó Isten, megint fáj, mert ebből lesznek a krónikus folyamatok, a krónikus limfoid leukémia, ebből lesz a policitémia vérre, ebből lesz a trombocitózis, hogy néhány terminus technikust is alkalmazzak, hogy a kollégák megértsék, hogy a krónikus betegségeknek pontosan ez a rákfenéje, ez a gyökere, ezt kell megoldani. És nagyon hasznos azt is tudni, hogy milyen szakaszban van ez az értelmes biológiai különprogram, hiszen ha tudom, hogy mi volt a konfliktusom, mikor került megoldásba, akkor előre tudom, hogy mikor zárul le a program, ha nem állítom le. Írtuk ide, hogy megfejthető, hogy mikor zárul le a program. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert akármennyire is fáj most,
Ha tudom, hogy 2 hét múlva ennek már semmilyen tünete, panasza nem lesz, akkor nyugodtabban tudom ezt a 2 hetet kibírni, akkor nem kilátástalan, reménytelen helyzetbe kerülök, nem mászok be az áldozati szerepbe szegény én, és jöjjön már valaki, aki ezt megszünteti, és nem harcolok a betegségekkel, hanem megértem a valós okát, és ezen változtatok. Hogyha ez a program már épp lezáróban van, akkor ezzel további dolgom nincs, csak arra figyelni, hogy ezt ne állítsam le, és örüljek annak, hogy végre ezt az értelmes biológiai különprogramot le tudom zárni. Ez pontosan így van. A harmadik biológiai természettörvény az, mondjam, hogy a tudományos csoda. Mert annyira, de annyira leegyszerűsíti a betegségek kialakulásának a megértését, hogy az döbbenetes. Ez tényleg döbbenetes, főleg ugye annak, aki medicinát végzett. De hát a józan paraszti észel is meggondolva, sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. A túlélés érdekében mit tud csinálni a biológiánk? Vagy sejteket szaporít, vagy sejteket sorvaszt, vagy működést változtat. Nincs más. Mindig ez történik. És természetesen ezek a programok, ezek nem véletlenszerűen indulnak el. Ezeknek a programoknak, ezeknek a biológiai programoknak az eredete az a 3 csiralemezben, tehát a törzsfejlődésben keresendő. Ugye ne feledjük, hogy a megtermékenyítés pillanatában ugye elindul egy sejtszaporodás. És a sejtszaporodás következtében létrejön a szedercsira állapot, amint látunk itt a jobb oldali képen, illetve a bal oldali képen is, beágyazódás előtt. Ezt a szedercsira állapotot, ha megnézzük, az azt jelenti, hogy rengeteg sejt jött létre, már ez 8-10 nappal a megtermékenyítés után, mégsem nevezzük rákos daganatnak, mert ebből ugye egy gyerek lesz. Akkor ezek szerint ez egy jó indulatú daganat. Szóval nincsenek jó meg rossz indulatú daganatok, csak értelmes biológiai programok. Ezt a szedercsíra állapotot, ha keresztmetszeti képben nézzük, akkor látjuk azt a képet, amit Hammer doktor készített nekünk, és elárulom, ez volt az a kép, amit először, mikor megláttam, azt mondtam, hogy te jó Isten, hát ezt tanultuk az egyetemen, ebben valami lényeg van. Figyeljünk oda! Miről is van itt szó? Van 3 csiralemezünk, ebből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, mint az elültetett magból, a növénynek a gyökere, szára, levele, virága. Látjuk a sárga, a narancs és piros színeket alkalmazva, és most magyarul fogalmazva, a sárga színű csiralemez az a belső csiralemez, endoderma, a narancssárga az a középső csiralemez, mezoderma, a piros színnel jelzett csiralemez a külső csiralemez vagy ektoderma. Tehát még egyszer, minden sejtünk, minden szövetünk ebből a 3 csiralemezből alakult ki, és ez meghatározza, hogy egy életen keresztül azt a programot fogja csinálni, ami csiralemezhez kötöttem következik. A betegségek kialakulásának megértése pontosan az egyetfejlődésben rejlik. Hát mert doktor rengeteg időt eltöltött azzal, hogy az embriológiát újra tanulmányozta, és megfejtett olyan kérdéseket, amelyeket nekünk még az egyetemen nem is tanítottak. Hála annak, hogy megvannak Hammer doktornak az eredeti munkái, sikerül tisztázni olyan kérdéseket, amelyeket nyilván nem a laikus közönség érdekel, hanem az orvos kollégákat érdekelhetik, és ténylegesen teljesen logikus, biológikus gondolkodással eljutunk oda, hogy megértsük, hogy mi miért történik a szervezetünkben úgy, ahogy van. Itt látjuk az alsó szinten, ugye sárga színnel az agytörzset. Ő az, aki irányítja azokat a félelmeinket, amelyek a falatról szólnak. Mert ugye a túléléshez falatra van szükségünk. Nem csak táplálékfalatra, amit itt látunk, hanem levegőre, vízre, fényre és hangra. Ezeket a falatokat az agytörzs irányításával oldják meg azok a sejtek, amelyek az agytörzs irányítása alá tartoznak, és mindig sejtet szaporítanak a falat megszerzése érdekében, és a lebontásban, a megoldásban a felesleges sejteket lebontjuk.
akit érdekel részletesebben ez az egész történet, annak ajánlom, hogy nézze meg a Párkapcsolati konfliktusok a Germán Gyógytudomány tükrében című 4 részes előadásunkat, amit februárban tartottunk. Gyakorlatilag mindhárom csíralemezhez kötődő programokat végig beszéltük Rékával, mivel ugye párkapcsolatban éljük meg a leginkább, a legérzékenyebben és a legtöbb konfliktust, hát úgy gondoltuk, hogy kihegyezve csak ezzel a konfliktus típusra végigmondtuk az egész germán gyógytudományt, tehát egy ingyenes továbbképző tanfolyamot bárki elvégezhet, ha hajlandó erre időt szánni, és a weblapon ezt a 4 részes előadást megnézni. Tehát a falat konfliktus arról szól, hogy fény, hang, levegő, víz, táplálék. Itt ugye természetes a táplálék falatot látjuk ábrázolva, de mikor van nekem szükségem nagyobb levegő falatra? A halálfélelmi konfliktus, kérem szépen, az, ami beindítja bennem a tüdőszövet szaporulatot, hogy mindenképpen kapjak levegőt, mert félek a haláltól. És nem a dohányzás, hanem mindig a halálfélelmi konfliktus lesz az, ami a tüdőszövet szaporulatot elindítja. Azzal együtt nyilván a dohányzás nem egy egészséges történet. De nem attól lesz valakinek daganata, hogy dohányzik, hanem attól, hogy halálfélelmi konfliktusa van. És az adatok, a statisztika is bizonyítja számunkra, hogy a tüdőrákban meghalt személyek 2/3 soha nem dohányzott, de járt az onkológián, ráhozták a frászt, hogy meghal, hogy a napjai meg vannak számlálva, és megcsinálta magának a tüdőszövet szaporulatot. A középső csiralemez mezoderma sejtjeit 2 idegi központ irányítja, a kisagy, és fölötte látjuk a fehér állomány, mondjam azt, hogy tifliszerű metszetét a frontális síkban. A kisagy a támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusok érzéseit rögzíti. Persze természetes a kisagy a finom mozgásokat is összehangolja. Ebben is van szerepe, meg is sok minden másban. De itt most arról beszélünk, hogy milyen félelmek csapódnak be a kisagy területére. A támadás, ahogy már beszéltük, a bemocskoltság, valóságállom illúzió, ugyanaz a szervezetünk számára, tehát az írha szöveteit fogja érinteni, illetve az írha járulékait. Ezért szaporodik fel az írhának a szövete, vagy a fagyúmirigy, a verejtékmirigy, és lebomlik természetesen megoldáskor, ha megoldottuk a konfliktust, a bemocskoltságot, a támadást, és ide tartoznak még a burkok, a hashártya, a mellhártya és a szívburok szövet szaporulata, majd annak lebontása. A gondozási konfliktus az már csak az emlősöknél jelenik meg, mint konfliktus, ugye? Mert aggódom egy szeretett élőlény sorsa felől. És azok iránt, akiért aggódunk, azt úgy tudjuk megmenteni biológiailag, ha tápláljuk őket. Ugye egy beteg gyerekéért az anyuka aggódik, de ha a gyerek elkezd enni, akkor megnyugszik, hogy jó, most már a gyerekem gyógyul. Tehát, ha én aggódok valakiért, akkor az emlőmirigy tejtermelő sejtjeit fogom túlszaporítani, és a megoldásban lebontani. És innen jön már a kezesség kérdése is, amire majd csak éppen kitérünk, megváltozik a daganatnak a helye, attól függően, hogy jobbkezes vagy balkezes vagyok. A kezesség kérdése innentől kezdve a többi csiralemezen is megjelenik. A fehér állományban az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusok csapódnak be. Minden olyan érzés, amiben én kisebb rendűségű érzést teszek bele, elégedetlen vagyok önmagammal, vagy elhiszem másnak, hogy én nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég jó, és a magamról kialakított képet én magam a padlóba, vagy a bányászbéka feneke alá beteszem, ez lesz az, ami mindig elindítja a sejtszintű sorvadást. Tehát egészen idáig az agytörzsnél és a kisagynál mindig először építettem, és aztán bontottam sejteket, innentől kezdve a fehér állománynál, vagyis az önleértékelésnél, ami önpusztítás, természetes, hogy sejtszintű sorvasztást indítok el, ami a megoldásban fájdalommal fog gyógyulni. És milyen szöveteket érint? A mozgással kapcsolatos szöveteket. Csont, ízület, izom, izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokér és kötőszövet, zsírszövet. Tehát ezeket mindig először sorvasztom, és ez nem fáj. De amikor visszaépítem, akkor fájdalmas, kivéve a zsírszövet.
Ugye, vajon miért nem fáj az, ha hízunk? Én azt mondjuk nem bánnám, ha ez fájna. Tehát, hogy lehet, hogy akkor kevesebbszer történne az meg, hogy este késő vacsorázunk, ha ez kicsit is, picit is zsibogna legalább. Mert megint nem biológiailag gondolkodunk. A biológiában mindig a kövér a szép. A kövér nőstény lesz az, aki túléli a telet, és ki tudja hordani a kőkét, és tavasszal meg tudja szülni. Nem a vékony. De hát, ami mondjam úgy, idézőjelben hülyítésünk, pont arról szól, hogy mindig a biológián kellen élünk és dolgozunk. Tehát a kövér a szép a biológiában, és ezért ennek az önleértékelés megoldásakor a zsírszövet visszaépítése nem jár fájdalommal. Arra szükségünk van. De a csontoknak, az izületeknek, az izmoknak a visszaépítése az igenis fájdalommal jár, sőt, még az ereg belhártyájának a visszaépítése is. Lásd, egy viszérgyulladás is fájdalommal jár. Nos, akkor a kérdésem az, miért is írjuk le magunkat? Mert nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában, de erre még visszatérünk a következő képek alapján. Talán ezen jobban el kellene gondolkodni, és azt hiszem, hogy ez az adventi időszak, ez pontosan erre a legkiválóbb, hogy kicsit befelé forduljunk, kicsit meg tudjuk magunknak engedni azt, hogy lássunk is, és ne csak nézzünk, hogy felkészítsük magunkat valami olyan isteni megtapasztalásra, mint azt, hogy rájöjjek, hogy ki vagyok én valójában, hogy milyen fontos és értékes vagyok ezen a világon. Így van. És amikor már tisztában vagyunk az értékeinkkel, mert minden ember úgy értékes, ahogyan van, ha ezzel tisztában vagyok, akkor onnantól kezdve nem fogok semmilyen betegséget elindítani, ami a csontomat, az izületemet, az izmaimat, az ereimet, vagy éppen a kötőszöveteimet érinteni. A külső csiralemez sejtjeit az agykéreg vezérli, és itt látjuk ebben a piros babában az elválasztási konfliktus ábrázolását. Elválasztásnak két vége van, mint a botnak, vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. Mind a két történetben a külső bőröm, tehát a bőröm külső felszínén, az elszarosodott labhám bontásával indítom a történetet, ami érzéketlenséget, hűvösséget fog okozni, és adott esetben az emlékezetnek is a kiesését. A megoldási szakaszban viszont jönnek a gyulladásos, hólyagos és mindenféle tünetek. Az epileptoid krízisben súlyos emlékezet kiesés, abszansz lép fel, amit tévesen gyakran totitmál epilepsziának neveznek, vagy éppenséggel elnevezhetik idős embernél Alzheimer-kornak, és a megoldás második részében regenerálódik a külső bőrön. De nem csak az elválasztási konfliktusok tartoznak az agykéreg irányítása alá, hanem a birtok konfliktusok is. Erről külön webkonferenciát tartottunk, nem részletezem. Az agykéreghez érkeznek az összes érzékszervek felől azok az impulzusok, aminek hatására az agyunk létrehozza az érzetet, a látás, hallás, ízérzés, tapintás érzet, szaglás érzetet, és ugyanakkor az agykéregből indulnak ki az akaratlagos mozgások, tehát az érző és a mozgatóközpont pontosan itt van az első központi barázda előtt és után. Ebben nem megyek bele most részletesen, a lényeg az, hogy tudjuk, hogy az agykéreg működése a legösszetettebb, és az agykéreg tud olyan programokat is elindítani, amikor nem bontunk sejtet, nem építünk sejtet, hanem működést változtatunk. Csak egészen egyszerűen a belső csiralemezről annyit, hogy falat konfliktusok tartoznak ide, és ugye nem csak a táplálék falatról van szó, ahogy ezt már részleteztem, hanem hallásfalatról, látásfalatról, táplálékfalatról, és bélsárfalat, ugye, ez mit jelent? Szeretnék megszabadulni valami kakitól, és ezért van az, ha szarul érzem magam, akkor a vastagbél nyálkahártyáját fogom felszaporítani azért, hogy kicsúszom belőlem az a kaki, ami nincs is ott. Mert csak én érzem szarul magam, ugye az érzelem az agy közvetítésével szervi elváltozást okoz. Ezt ne feledjük. Minden lélek agy szervtengelyen fut. És a kérdés az, hogy ki mit él meg falatként, vagyis mi az, amit nagyon meg szeretne kapni.
Ez lehet egy autó, lehet egy ház, lehet egy akármilyen tárgy, de azt jelenti, hogy ez még egy nagyon, hát hogy mondjam, agytörzsi szinten működő program. A középső csíra lemez, a narancssárgával jelzett lemezben, ugye van az ősi mezoderma, a régi. Ez a kisagyhoz tartozó programokat foglalja magába, amint már mondtam, a támadás, bemocskoltság és a gondozási konfliktus, és az új mezoderma, vagyis a nagyagy fehér állomány irányítású programjai, amint már elmondtam, ide tartoznak a kötőszöveteknek a programjai, és mindig itt először bontunk, és utána építünk, ne felejtjük, önleértékelés, önpusztítás. És ugyancsak ennél a csíra lemeznél indul, hogy ki a jobbkezes és ki a balkezes, és a tapsteszt az, ami eldönti, hogy valaki jobb vagy balkezes, de aki tudja a germán gyógytudományt, az már tapsteszt nélkül is meg tudja határozni, hogy egyes programok mit bizonyítanak, mert vannak olyan történetek, például bipoláris zavara nem lehet csak balkezes embernek. Jobbkezes ember nem lesz bipoláris. Az súlyos depresszióban marad egész életében esetleg, de bipoláris egy jobbkezes soha nem lesz. És természetesen a kezűségnek megfelelően sok minden változik, ebben nem akarok belemenni, de a biológiai kezességről van szó, és nem arról, hogy ki mely kezébe fogja a kanalat. Itt látjuk a kisagyi szinten azokat a reléket, amelyek irányítják, tehát a támadási, gondozási konfliktusokat. A gondozási konfliktusnak a két reléje, ugye a bal és a jobb emlőnek a reléje, közte találjuk az egész írhának, a bőr teljes írha felületének a reléjét, és látjuk, hogy közte van a mellhártya, hashártya és a két szívburoknak is a reléje. Tehát amikor ezeket a konfliktusokat megéljük, és kisagyi szinten nézem a koponya CT-t, akkor pontosan ezekben a relékben fogjuk megtalálni az elváltozást. Emlékezzünk arra, amit már bemutattam, egy pillanatra visszahozom, azt az első képet, amit itt bemutattam, itt van, tessék megnézni, ez a kisagyi felvétel, és jobb oldalt látjuk itten a képen annak az emlőmirigynek a reléjét, ami éppen konfliktus aktív szakaszban van, mert ugye az illető megélt egy aggódást, egy gondozási konfliktust. A fehér állomány reléjét ezen a térképen látjuk, nyilván ez már egy magasabb szintű koponya CT rétegfelvétel, és láthatjuk, hogy a fejünk tetejétől a kislábunk ujjáig az egész szervezetünk képviselve van. És azt ne feledjük, hogy mindig a konfliktus tartalom fogja meghatározni, hogy melyik testrészemet kezdem bontani, a konfliktusnak az ereje pedig meghatározza, hogy adott testrészen milyen szöveteket fogok lebontani, ha önleértékelésről beszélünk, természetesen. Tehát az igazságtalanság meghatározza azt, hogy minden történet a nyakamon történik. Ha támadást érek meg, az az írhát fogja a nyakamon érinteni, de ha önleértékelésként élem meg, hogy nekem nem adtak igazat, akkor bonthatom a csontjaimat, az ízületeimet, az ereimet, az izmaimat a nyaki területen. Ezért ennek lesz a következménye az, hogy nyaki porckorong degeneráció, vagy nyaki csigolya elmésztelenedése, vagy nyaki izomzat sorvadása, vagy nyaki érnek az elmeszesedése. Ez mind az igazságtalansággal függ össze. Hát kérdezzem meg, hogy mitől függ az, hogy az ereket, az inakat, az izmukat vagy a csontot érinti mondjuk ez adott példában az igazságtalanság? Ez attól függ, hogy milyen erősen élem én ezt meg. Tehát maga az igazságtalanság a nyakamat érinti. De az, hogy milyen erősen éltem én ezt meg. Mi volt a konfliktusnak a tömege, ez meghatározza azt, hogy milyen szöveteket bontok le. És ez lesz az, ami meghatározza azt például, hogy valakinek a csípőizületén a nem bírom elviselni program, csak egy lágyéksérvet fog okozni, vagy a porc a felszínnek az elkopását és visszaépítését, vagy egészen
egy comnyaktörést, egy spontán comnyaktörést, amit ugye nem baleset okozott, csak éppenséggel elvékonyodott úgy a csont, elmésztelenedett, hogy egyszer csak eltört. Hát mindig ez azért nagyszerű dolog, mert a testtájékok szerint tudhatjuk, hogy milyen konfliktus, mit fog engem, hol fog engem lebontani. És akit ez érdekel, megnézi a csontok és a vérképzésről szóló webkonferencia előadást, vagy megnézi a felső és alsó ízületekről szóló webkonferencia előadást. Itt most két példát emeltem ki, természetesen a többit ott részletesen megtaláljuk. A külső csiralemez ektoderma, ektodermából származó sejteket, mint mondtam, az agykéreg irányítja. Itt is mindig sejtek sorvadásával indul a program, ha arról beszélek, hogy elválasztás, majd birtokkonfliktus, és megtörténik az agykéreg parancsára olyan is, hogy megváltozik a működés, és a sejtek szaporodásába ez nem szól bele, csak megtörténik a működés változás. Na most ne feledjük, hogy a birtokkonfliktusok azok nagyon, de nagyon fontosak az életünkbe, és mindig a labhám érintett. És ez a rövid összefoglaló azt mutatja, hogy milyen sok formában van jelen labhám a szervezetünkbe. Ugye itt az alsóképpen látjuk a több rétegű elszarúsodott labhámot, ami a bőrünket érinti. Ez csak a bőrfelszínen van. Az elválasztási konfliktusnak az ereje eldönti, hogy ez a bőrfelszín milyen mélyen lesz érintve. Mondjuk, ha valaki egy brutális elválasztási konfliktust élt meg, és még mindig nem tette rendbe, akkor kialakul a vitiligó, mert lebontja a pigment sejteket, a legalsó sejtréteget, ami itt van a bőrfelszínen. Az egyrétegű labhámot látjuk itten felül, ugye a tüdőben és a vesének a szűrőjében, a glomerulusban, érgomolyakban, nyilvánvaló, hogy ez az nagyon vékony, egyrétegű labhám kell szerepeljen, hiszen ez megszűri a vérsavot és kiszűri belőle az elsődleges vizeletet, illetve ezen a vékony labhámon képes az oxigén és széndioxid átjutni az eregbe. Tehát az alveolusokat a tüdőben ez az egyrétegű labhám képezi. Ugye a vesében, a mirigyeknek a kivezető csatornáiban már köbhám szerepel. A bélben már ugye hengerhám szerepel. És alatta látjuk a több sejtes csillószörös hengerhámot, közte a kehelysejteket, mert a kehelysejtek lesznek azok, amelyek megnyálazzák a levegő falatot a levegő levezető rendszerben. És ugyancsak itt látjuk a több rétegű hengerhámot a férfi húcsőben, illetve a száj, garat, végbél, hüvely, nyelőcsőben. Tehát mindenütt megtaláljuk ezt a labhámot, és természetesen, hogy ez a labhám az adott anatómiai, vagyis élettani feladat betöltéséhez lett kialakítva. És itt látjuk azt az agyi térképet, amit az agykérgi szinten, ha készítünk koponya CT-t, legmagasabb szinten találjuk, és piros színnel jelölve azokat a reléket, amelyek a birtokzónához tartoznak. Láthatjuk kapuccsal összefogva a férfias jobb oldalt és bal oldalt a nőies birtokzónákat. Csak ismétlésként mondjuk el, mert erről külön webkonferencia készült, hogy a birtoknak a féltése az mindig levegő levezető rendszer, vagyis a légcső hörgők nyálkahártyáját és izomzatát érinti. Azért van itt két relé, mert van egy izom és van egy nyálkahártya relé. Ez a birtok féltése. Mert az a félelmem, hogy valami történni fog az én férjemmel, akire úgy tekintek, hogy az az én birtokom. Aztán ott van alatta a birtok vesztése, az már a szívkoszorú ereket érinti, mert az a biológiai értelme, hogy tágulnak a szívkoszorú erek, hogy legyen jó a szívvérellátása, hogy tudjak küzdeni azért, hogy visszaszerezzem az elvesztett birtokot természetesen. Ez már konfliktus aktív szakaszban angina pectorist okoz, lásd a szívről szóló webkonferencia anyagot. A
tüdőről szóló webkonferenciánkban megtaláljuk a lépcsőnek is a konfliktus tartalmát. Alatt találjuk a birtok bosszankodásnak a reléjét, ide tartozik a gyomor kisgördülete, az epe kivezető csatorna nyálkahártyája, illetve a hasnyálmirigy kivezető csatorna nyálkahártyája. Ezek lesznek érintettek, ha bosszankodok a birtokomon belül. És mindig elmondom, hogy a bosszankodás és az aggódás két nagyon felesleges történet az életünkben, mert senki, de senki nem fog attól megváltozni, hogy én aggódok érte, vagy bosszankodom miatta, viszont magamat tökéletesen megbetegítem. Tehát jó lenne erről a rossz szokásunkról leszokni. Na most a bosszankodással kapcsolatosan is rengeteg anyag található, ugye az emésztőrendszer, a krónikus emésztési problémákkal foglalkozó webkonferenciákat tudom mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Aztán itt alól a mind a férfi, mind a női birtokzónában ott van a terület kijelöléssel kapcsolatos relé, vagyis mivel a területet a vizelettel jelöljük körbe, a terület határát, lásd a kutya, amikor kizavarja az udvarról az idegen betolakodót, akkor körbe pisíli a területét. Ugyanezt csináljuk mi is emberként, csak mi a WC-be megyünk, és azt mondjuk, hogy felfáztunk. Holott semmi nem történt, csak anyuson felhívott telefonon, és megint megértem, hogy beleszól az életembe, és már megyek gyorsan pisilni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy felfáztam, csak azt jelenti, hogy nincs megoldva a terület kijelölési konfliktusom. És ha mind anyagyerek, mind partner oldalon érintett ez a konfliktus, akkor jön az éjszakai bevizelés. Semmi más nem okoz éjszakai bevizelést, csak a mindkét oldalt megért terület kijelölési konfliktus. A következő relé az identitás konfliktusnak a helyszíne, tipikusan női program, mert nem tudom eldönteni, hogy kihez tartozom, kinek a véleményére hallgassak, megszületett a gyerek, és az anyósom is mondja, meg az anyám is mondja, meg a szomszéd is mondja, mindenki jön a jó tanácsokkal, és nem tudom eldönteni, hogy kire hallgassak. Vagy a legszebb szerelmi vallomás az identitás konfliktusban, amikor nem tudom eldönteni, hogy kinek adjak igazat, a fiamnak vagy a férjemnek, mert mind a kettőt szeretem. És akkor mi lesz a következmény? Aranyér. Mert ugye az identitás konfliktusban pontosan az a lényeg, hogy ki akarom jelölni a területem közepét. Ez biológiailag mindig széklettel jelöljük ki. És hogy könnyebb legyen kijelölni a terület közepét, ezért sorvasztjuk a végbél nyálkahártyájának az ektodermális részét, és amikor jön a megoldás, hát akkor ugye a fájdalom és egyéb kellemetlen tünetek, érzések jelentkeznek. Apropó területkijelölés. Van-e összefüggés a területkijelölés konfliktus között, illetve annál a gyakori jelenséggel összefüggésben van-e bármilyen a kapcsolat, hogy ha elutazom messze, akkor ott nem igazán tudok a nagyobb dolgaimat intézni? Hát természetesen, hogy ha valaki annyira, de annyira csak otthon tudja elvégezni a nagy dolgát, akkor nagy boldogan, mikor hazaérkezik, az első dolga, hogy berohan a vécére, és na, végre itthon vagyok, és kijelöli a területe közepét. Ez nagyon érdekes, hiszen itt a biztonságérzettel is kapcsolatos, hogy hol érzem magam biztonságban, hiszen az én területemen, ott én otthon vagyok, én ott jól érzem magam. Itt én vagyok a főnök, itt jelölöm ki, hogy na, mettől meddig, hová, kicsoda. És viszont, ha egy más területre megyek, más környezetbe kerülök, ott nem érzem magam biztonságban, ott kénytelen vagyok visszafogni magamat, és nem tudom kijelölni a területem közepét, nem igen, vagyok itt otthon. Nem érzed magad otthon, igen. Benne van ez is. És fölötte látjuk a másik szívrelét, ami viszont a szívkosszorú ér vénákat irányítja a női oldalon. Na most ez egy nagyon összetett funkciót betöltő, működést betöltő relé, hiszen nem csak a birtok vesztéssel áll kapcsolatban, hanem a mély nyak nyálkahártyáját is ez a relé irányítja, akkor, amikor én szeretném megtartani a partneremet. Ugye mindig elmondom, hogy a férfi embert két pontján lehet megfogni, az egyik a gyomra, a másik kicsit lejjebb van, és hogyha én nagyon, de nagyon szeretném a partneremet megtartani, akkor a mély nyálk, a mély száj nyálkahártya sorvadásával indítom a programot,
amit citológiailag kimutatnak, hogy P3, P4-es lelet, és aztán ezután jön a méhnyakrák. De ehhez nem kell más, csak féltékenységet megélni, illetve egy fel nem oldott szexuális konfliktusnak a megoldása, és ennek a nyálkahártya sebnek a gyógyulását, és ezzel kapcsolatos vérzést fogja okozni. Még 82 éves korban is meg lehet ezt csinálni, lásd a 40. esetet, mert valóság, álom, illúzió ugyanaz a biológiánk számára. Mi tartozik még ebbe a birtokzónába? Ide tartozik még a szívkoszorúér véna, amiben szintén anginás jellegű fájdalmak jelentkeznek, de nem olyan erősek, mint a vele szemben levő szívkoszorúér artériákat irányító relében. A szívkoszorúér artériákat irányító relé, ami a férfias birtokzóna közepén helyezkedik el, a megoldási szakaszban az jellemzi, hogy a pulzusunk csökken, a vérnyomásunk zuhan, és természetesen a szívmegállás akkor következik be, ha a birtokvesztést 9 hónapon túl oldottuk meg. Ezt fogják hirtelen szívhalálnak nevezni. Ez kortól függetlenül bárkinél előfordulhat, aki 9 hónapon túl oldotta meg a birtokvesztés konfliktusát. Ezen az oldalon szintén a birtokvesztés konfliktus az, ami bejátszik, de a szexuális konfliktusok is ide csapódnak be a hölgyek esetén, és ez lesz az, ami megszünteti a menstruációját, akár több hónapra egy nőnek, aztán amikor ez a relé felszabadul, tehát amikor már nem a nőies birtokzóna lesz lezárva, hanem a férfias birtokzóna, akkor hirtelen csak megjön a menstruációja valakinek. Tehát nézzük meg a női biológiai programokról szóló előadást, és ott részletesen elmondom, hogy az egész menstruációs ciklus hogyan lesz szabályozva idegileg és hormonálisan. Fölötte látunk két relét, mind a kettő a levegő bemenetelénél, vagyis a GG-nél fog programot elindítani, ennek pedig a rémület félelem az oka. És itt hívnám fel a figyelmét mindenkinek, aki énekléssel foglalkozik, hogy a rémület félelem okozza számára a berekedést. A rekedség csak a rémület félelem megoldási szakaszában léphet föl. És hogyha valaki félelem nélkül tudna énekelni, csak úgy a gyönyörűségtől, csak azért, mert jól esik neki az éneklés, akkor soha az életben nem vesztené el a hangját. Természetesen a rémületfélelem fogja a rekedséget okozni azoknál az embereknél is, akik ezt a félelmet megélik valamilyen eset kapcsán, megrémülnek, az biztos, hogy amikor bereked, akkor már azt jelenti, hogy megoldotta a programot. Ha itt tartunk, még annyit elmondanék, hogy a frontális félelmek, vagyis a jövőből érkező félelmek mindig ide a homloklebenyi központokba csapódnak, következmény non-Hodgkin limfóma és a gojva, erről külön van egy webkonferencia anyag, a múltból érkező félelmek pedig a látóközpontot érintik, tessék megnézni a szemről szóló webkonferencia anyagot, és ebből a szempontból is minden érthető lesz. A múltból érkező félelem alatt azt értem, hogy félek attól, hogy valami újra megismétlődik. Igen, ami már régen megtörtént, és még mindig nem zártam le a félelemet. Tehát a harmadik biológiai természettörvény gyakorlati jelentőségét összefoglalva, kiderül, hogy itt minden logikusan, tudományosan zajlik a szervezetünkbe. Ezek a programok évmilliók óta bennünk vannak. És nincsen más, csak sejtszaporítás, sejtsorvadás vagy működés változása. Az is kiderül ebből, hogy nincsenek metasztázisok vagy áttétek. Ez egy biológiai képtelenség, ilyen nem létezhet, hiszen gondoljuk bele, hogy a prostatámból gondol egy nagyot és merészet a sejtem, és elvándorol, és pontosan a csigolyámban, az ágyéki ötös csigolyámban csinál egy metasztázist, ahol már nem a sejtek szaporodását, hanem a sejtek sorvadását fogja elindítani. Nem, kérem szépen, ahány megélésem van, annyi reakcióm lesz. Ha nekem volt egy olyan programom, ami a prostatával kapcsolatos, lásd férfi biológiai programok, és a műtét után
hát hogy is mondjam, az erekció elmarad, akkor ez egy súlyos önleértékelés, amit a személyiségemben éltem meg, és ez mindig a derekamat érinti, és a legsúlyosabb önleértékelés a csontomat érinti. Tehát elindítom az ötödik vagy negyedik lumbális csigolya csontállományának a sorvadását. De ez már egy másik megélés. Semmi köze nincs a prostata sejtnek a csontsejthez. Csirralemezek szerint sincs közük egymáshoz. Tehát megérthetjük azt, hogy hiába fognak minket riogatni mindenféle sötét jövőképpel, hogy jönnek a metasztázisok, nem, a metasztázisokat is én indítom el, és én fogom leállítani. És arra is rájövünk a harmadik biológiai természettörvényből, hogy nincsenek értelmetlen történetek. Az az egyetlen nem értelmes dolog, hogy mi benne ragadunk a konfliktusba, hogy életünk végéig ragaszkodunk egy elképzeléshez, hogy már pedig ennek úgy kell történnie, és ha nem úgy történik, akkor egy életen át szarul érzem magam, vagy egy életen át bosszankodok, vagy egy életen át aggódom, mert a gyerekem elment Angliába. Kérem szépen, az elfogadás, a feltételek és előítéletek nélküli elfogadás az, ami ezeken a történeteken minket túllendít. A negyedik biológiai természettörvény most már az embriológiához kötötten tárgyalja számunkra, hogy a bennünk élő gombák, baktériumok és vírusok, azok a mi barátaink, ezek a mikroorganizmusok nem ellenségek. Csirralemezhez kötötten működnek. Nyilvánvaló, ha egy belső csirralemezből származó programot elindítottam, akkor annak a lebontásában a gombák fognak részt venni. Van valakinek gombás fehér folyása? Mitől van? Attól, hogy nem oldotta meg a nőiségében megélt hát félgenitális konfliktust, még mindig azt éli meg, hogy prostituáltam a lelkem, akkor ne csodálkozom, hogy van fehér folyása. Ott van a támadási konfliktus, ugye? Van valakinek emlő mirigy túlszaporodása? Igen, mert még mindig aggódik. És mi történik? A TBC baktériumoknak a feladata az, hogy lebontsák a felesleges dolgokat, de ha nincs bennem TBC baktérium, akkor elkötőszövetesedik az a bizonyos csomó a megoldási fázisban, és akkor ott marad egy gőb a mellünkbe, kedves hölgyeim. De ez nem daganat. Ez egy megoldott aggódás emlékműve. Nem kell piszkálni, nem kell szurkálni, nem kell vékony vastagtűs biopsziát csinálni belőle, hanem tudatosítanom kell, hogy ja igen, 5 évvel ezelőtt volt egy ilyen történetem. És ezt már rég megoldottam. Ott a csomó, na és, kit zavar? Elfér, kérem szépen. Van, ismerünk olyan hölgyet, akinek egyetlen mellébe 5 daganat van. És tökéletesen megoldotta, tisztázta és megoldotta a konfliktusait. Tehát van megoldás. És aztán ott vannak az új mezodermális programokban a baktériumok. Igen, ők vannak jelen és segítenek visszaépíteni azt, amit lebontottam. Vagy a humán papilloma vírus fog segíteni visszaépíteni a mélyszájnyálkahártya laphám sejtjeit, tehát nem a HPV, a hibás azért, mert valakinek mélyszáj laphám sorvadása van, nevezzük mélynyakráknak, hanem a meg nem oldott konfliktusa. Én nem hiszem, hogy konfliktusok ellen lehet védőoltást kitalálni. Viszont ha leállítom védőoltásokkal ezeknek a segítő mikroorganizmusoknak a jelenlétét, akkor ezek a sebek nem fognak begyógyulni. Tehát a negyedik biológiai természettörvény rámutatta arra, hogy ezek a bennünk élő baktériumok, vírusok, gombák nem az ellenségeink. Ugyanannyi, vagy még több baktérium van a szervezetünkben, mint amennyi emberi sejt. Ezt már a mai medicina is elismeri. Csak hogy különbséget kell tudjunk tenni a számunkra fontos és hasznos, és az ártó mikroorganizmusok között. Természetesen a tetánusz a számunkra egy ártó mikroorganizmus. És a tetánusz ellen küzdeni kell, a sebet ki kell mosni. Tehát nem kell, hogy mondjam, mindenestől mindent kidobni, amit az egyetemen tanultunk. Vannak nagyon jó dolgok, amelyek szükségesek. De mondjuk a HPV fertőzés, vagy a vírusos hepatitisznek a megoldása, oltásokkal, az nem azt jelenti, hogy én megoldottam érzelmileg azt, amit elindítottam, hanem csak leállítottam a segítőimnek a jelenlétét a megfelelő helyen. Tehát ez nem valós gyógyulást jelent.
Én úgy gondolom, hogy olcsóbb és egészségesebb eljárás, ha megoldjuk a konfliktusainkat, mert akkor ezek többet nem fognak előjönni. És hogyha az összefoglaló táblázaton megnézzük mindazt, amiről eddig beszéltünk, akkor láthatjuk itt ezt a szaggatott vonalat, ami pontosan elválasztja a kétfajta sejtes reakciót. Ugye az ősagy által vezérelt programokban először építek, és aztán bontok, a bontáshoz a gombák és a mikrobaktériumok segítenek hozzá. A nagyagy fehér állománya által indított programokban, illetve a kéreg által indított programokban pedig először bontok, aztán építek, tehát itt a baktériumok, és a vírusok fognak segíteni abban, hogy visszaépítsek valamit. Az ötödik biológiai természettörvény, a quintesszencia, a megértés törvénye teszi föl Hammer doktor munkásságára a koronát. Rá fogunk jönni, hogy a DHS, az kérem szépen a Dirkheimer-szindróma. Az a pillanat, ami a sarkalatos pontja minden értelmes biológiai különprogramnak. Nem indul el bennünk egy különprogram, ha nem élünk meg egy olyan történetet, amiben beleragadunk. Váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás, amiben beleragadtam, és elszigeteltem, magányosan éltem meg. Ez az öt kritérium az, ami kell ahhoz, hogy elinduljon bennem egy biológiai válasz az agyam közvetítésével. Tehát, és azt is mondtam, hogy már a megoldásban, vagyis már a konfliktus aktív szakaszban megtörténik a biológiai válasz. Most az akadémikus orvostudomány meg abból indul ki, hogy az emberben nagyon sok minden történik, amiről nem tudjuk, ismeretlen, gyógyíthatatlan betegségekről beszélünk. Kérem, mindennek értelme a túlélés és a faj fenntartása. És ha ezt tudom, akkor meg tudom érteni, hogy mi történik. Miért volt Hammer doktornak heredaganata? Mert megélte a veszteség konfliktust. Szeretett fiának az elvesztése okozta nála a heredaganatot. És mindig egy szeretett élőlény elvesztése az, ami a heréket és a petefészkeket érinti, és nem az, hogy elvesztettem a pénztárcámat, vagy ellopták az autómat. A fájdalmak a mozgatórendszerben miért jelennek meg? Mert megoldási szakaszban vagyok. Tudnánk örülni annak, hogy gyógyulunk? És ha tudjuk csillapítani a fájdalmat, és tudunk segíteni magunknak a gyógyulásban, akkor természetesen ezek a programok csak addig fognak futni, ameddig feltétlenül szükségesek. Vagyis az ötödik biológiai természettörvény gyakorlati jelentősége abban áll, hogy tudom, hogy minden értem van és nem ellenem. A rosszindulatú betegségek nem léteznek, csak rosszindulatú emberek vannak, és hogyha tudom, hogy nincsen alapja a pánikomnak, akkor természetesen a fenti megnevezések már nem fognak engem kétségbe ejteni. A tudományos táblázat megmutatja, hogy hol kell javulnom az elfogadás terén. A terápiáról Hammer doktor a tudományos táblázatban ezt a 12 sort írja le. Mert természetes, ha már tudom, hogy a betegség idézőjelbe téve, az már azt jelenti, hogy én az esetek 90-95%-ában a megoldási szakaszban vagyok, akkor kérem szépen talán bízhatunk abban, hogy a biológiánk a megoldási szakaszban van, és ha én megengedem neki, utalok az első biológiai törvénnyel elmondottakra, ha megengedem neki, hogy ez megtörténjen, akkor meg is fog történni. És úgy gondoljuk, hogy ez az egész terápiáról szóló történet megtekinthető a két gyógyszeres kezelés a Germán Gyógytudományban című előadásban, illetve a Miért akad el a gyógyulásunk című történetben. Csak hogy képekkel is igazoljam, a pajzsmirigyről szóló előadásban is láthatjuk ezt a két képet, a Bazadov-kor gyógyulását a Germán Gyógytudomány ismeretében. A történethez 3 hónapra volt szüksége. És a megoldásról szól számunkra a My Studenten Mädchen című archaikus varázsdallam, amiről szintén egy külön webkonferencia szól, illetve az ebben található történetek, esettörténetek
fel lettek dolgozva a különböző webkonferenciákon, de leállítja a pánikot, leállítja a rákot, leállítja a pszichózist, ennek a dallamnak a hallgatása. Tessenek megnézni ezt a webkonferencia előadást, és aki kéri tőlünk, megkapja az eredeti dallamot. És hogy miért kell foglalkozzunk a germán gyógytudománnyal? Mert itt van ez az orvosi szaklapból kivett grafikon. Láthatjuk, hogy 2012-ben 100 ezer lakosra számítva Magyarországon volt a legtöbb daganatos beteg. Ez nagyon-nagyon elszomorító, és azért kell erről beszéljük, hogy ezt megakadályozzuk, hogy ezt megfordítsuk. A kemoterápiáról a Nature Medicine folyóiratban kutatók beszámolnak róla, hogy a kemoterápia nem csak a tumoros sejteket érinti, de az egészséges sejteket arra készteti, hogy a tumoros sejt növekedéséhez megfelelő üzemanyagot is előállítson. Tehát kapok valamit a daganat ellen, ami újabb daganatot indít el bennünk. Tehát nem a kemoterápia fogja megoldani a félelmeinket, sőt, még több félelmünk lesz a kemoterápiától, és az, hogy a kurkuma az agyi tumoroknak a 81%-át képes csökkenteni, ez csak annyit jelent, hogy egy kitűnő vízhajtó, mert aki megnézi az agydaganatokról szóló előadást, az láthatja, tudhatja, hogy az agydaganatokat a megoldási szakaszban diagnosztizálják, amikor az ödéma kialakul. Hammer doktort mindennek elmondták, aminek csak lehet, önjelölt gyógyító, sarlatán, szektagurú, antiszemita, stb. És a lényeg ugye arról szólt, hogy ez a tudás ne terjedjen. De hát amikor ugye a palacból a dugót kihúztuk, ennek már nem lehet ellenállni. A tudás terjed, minden országban vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, az egy másik kérdés, hogy milyen szinten. Hogy csupán csak elmondjuk az ökobiológiai természettörvényt és a külön programokat, vagy megoldást is tudunk a betegek számára adni. Ez egy teljesen más probléma. De amint itt olvassuk Hammer doktor könyvéből, 1986-ban a Tübingeni Egyetem jogtanácsosa száját kezével eltakarva mondta Hammer doktornak. A mi nagy uraink ezt 1981-ben zárt ajtók mögött már százszor ellenőrizték. Minden alkalommal megállapították, hogy ez mind igaz. Ha csak egyetlen egy esetben nem tudták volna igazolni, úgy ön rögtön a következő napra meghívást kapott volna egy nyilvános felülvizsgálatra. Hammer doktor téziseit 20 éve elismerték. Itt látjuk a Nagyszombati Egyetemnek az igazolását, amiről szintén szó volt az idei szeptember 11-i webkonferencián, hogy gyakorlatilag a vizsgálatokkal igazolták az egyetemnek a rektora és még csomó más professzor, hogy Hammer doktor tézisei mindig azok, hogy miért nem ezt alkalmazzuk? Mert mi lenne, ha alkalmaznánk az öt biológiai természettörvényt? Ugye kihatna az egészségi állapotokra, mert a leghatékonyabb megelőzés az, ha tudom az, hogy mi az, ami elindít bennem egy programot. Oké, akkor ha el is indítottam, még aznap leállítom, mert hoppá, hiányzik valakinek valamilyen betegség. Nyilván ez lenne az ideális, és milyen jó lenne ezt már az iskolákban megtanulni. Mondjuk Pitagorasz tétele mellett azt is megmutatnák, megtanítanák nekünk, hogy hogyan tudjuk az érzelmi megrázkódtatásainkat kezelni, hogyan oldjuk meg, hiszen nem tudunk kommunikálni a problémáinkról. Ezért maradunk elszigetelődve egy történetben, ezért hat a DHS ilyen nagyon hosszú ideig, mert nem tudunk beszélni, nem szabad ezekről a belső érzelmeinkről beszélni, hiszen így kiszolgáltatottá, sebezhetővé és gyengévé válunk. Ezt tanítjuk a gyerekeinknek. Nagyon sokszor, ha megnézzük, hogy milyen struktúrákban neveljük a gyerekeket, akkor azt látjuk, hogy a kisfiúnak nem szabad sírni, beszélni, mert az nyávogás, az nyafogás, az panaszkodás.
milyen érdekes lenne, ha tudnánk ezt kezelni, ha el tudnánk mondani, hogy teljesen természetes, hogy néha szomorúnak érzed magad, teljesen természetes az, hogyha ha most dühös vagy, mert valami nem úgy történt, ahogy szeretted volna. De nézd meg ennek az érzésnek a mélyét, hogy szükség van-e erre, fontos lesz-e az, ami most veled történt, jellemző lesz esetleg a következő 10 évedre, kihat-e egyáltalán, és hogyha nem, akkor mennyivel könnyebb lenne valamint túllépni, átlépni. Mennyire jó lenne az iskolákban, ha erről is szólna az oktatás, hogyan kommunikáljunk, hogyan viselkedjünk, hogyan tudjuk egymást elfogadni. És nem csak az exakt tudományokról, hanem azokról a tudományokról is, művészetekről, amelyek pontosan az emberi lélekre hatnak, mint a zene, mint a festészet. Igen, és itt az intelligencia körében rengeteg részintelligencia szint van, tehát vannak a numerikus számolás, egyebek, a kognitív gondolkodás, hogy kiértékelek valamit, innen indulok, oda érkezek. De mennyire nem tudjuk az érzelmi intelligenciánkat fejleszteni, mennyire nem tudunk erről beszélni, mennyire fontos lenne ezt megoldani, és még inkább hatékonyabban átadni a gyermekeinknek egy másféle gondolkodást. Igen. Szükséges. Hát én ide értem, hogy a tudományra mekkora hatással lenne, mert rengeteg úgynevezett tudományos cikket olvasok, amelyek mind feltételes módban íródnak, és mindig azzal záródnak, hogy még további kutatások szükségesek ahhoz, hogy tessenek ilyeneket megnézni, felesleges kutatások leállíthatóak lennének, és hogyha a logikus biológiai gondolkodás mentén kezdenénk el kutatni, akkor még egy csomó mindenre fény derülhetne, amire Hammer doktor még nem tudott rájönni, hiszen őt akadályozták minden módon abban, hogy a kutatásait folytassa. Annyi mindent tudunk a világról, és mindig a legkisebb részecske felé halad a figyelmünk. Igen. És vannak olyan dolgok a világban, a környezetünkben, amiről nagyon sokat tudunk, a legkisebb részleteket is, viszont a magunk működését meg gyakorlatilag nem ismerjük. Itt van a faramuci helyzet a tudományos világban, hogy nagyon kicsi részekről és részecskékről tudunk nagyon sokat, de arról, hogy hogyan működök én magam, mint ember önmagam valóságában, erről nagyon keveset. Vagy, amit tudunk, az sem állja meg a helyét. Igen, kutatjuk a mesterséges intelligenciát, viszont a saját érzelmi intelligenciánkkal nem foglalkozunk. Ez egy nagyon érdekes dolog lenne. És nagyon érdekes az is, hogy mennyi olyan dologba mászunk bele, aminek gyakorlati haszna nem túl sok. És ez a tudományos felfogás, ez nagyon régóta így van. 1957-ben, ez egy nagyon fontos és kiváló év volt, akkor kezdtünk el mindenféle kutatásokba fogni, egy tudományos robbanás időszaka volt. Gondoljunk csak a Sputnik kilövésére, az is ebben az időszakban történt. Ekkor jelentek meg a számítógépek, amelyek már köszönő viszonyban sincsenek azzal, amit mi most használunk. Igen. De minden komputermodellbe akartunk ábrázolni, hogy itt bemegy az információ, és ott kijön. De azért vonatkoztassunk el ezektől a tudományos megfogalmazásoktól. Mi vagyunk mi emberek valójában? Mi az, ami bennünket mozgat? Milyen erőforrásaink vannak? Milyen motivációink vannak? Ezeket a késztetéseket milyen szinten visszük át a gyakorlatba, meddig halaszgatunk történeteket, hogy eljön az holnap is. Igen. Ezekkel is kellene foglalkoznunk, és tökéletesen rávilágít a gyermekgyógytudomány mindezekre. Hát igen, a gazdaságra is nagy fejlődés várna, hogyha egészséges emberek tudnának benne dolgozni, akik megőrzik a munkaképességüket, mert ugye egészségesek, nem kell nekik gyógyszert szedni, nincsenek felesleges műtétek, nincsenek táppénzes napok és nincsenek rokkantságok, mert ezeket a dolgokat mind meg tudnánk oldani. Az orvos munkája is a gyógyítás orientált lenne, és nem betegség orientált, vagyis a pontos diagnózis felállítása az az elsődleges szempont ahhoz, hogy költséghatékonyan tudjunk segíteni a betegen. És ha tudom pontosan, hogy mi a betegség valós oka, akkor tudok pontosan megoldást is erre az oknak a megoldására. Ugye a terapeuta segítségével feltárt konfliktus viszont a betegnek kell megoldania, hiszen a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ez az egyetlen hátránya is ennek az egésznek,
hogy ha a beteg nem akar meggyógyulni, ha a beteg nem akar megváltozni, akkor a biológiai programjai sem fognak leállni. Na most a lehetőség a teljes gyógyulásra viszont mindenki számára nyitva áll. Az orvos segít az okok tisztázásában, és ha szükséges, akkor képzett pszichológusok segítenek a lelki megélések megoldásában. Itt azért tegyünk egy kicsi zárójelet, mert a konfliktusorientált segítő beszélgetésekre lenne igazán szükség, hogy fel tudjuk mérni, hogy a segítő beszélgetésünk azok milyen konfliktust céloznak meg, az milyen szakaszban van. Tehát rengeteg olyan lehetőség nyílik az életünkben a germánygyógytudomány pontos ismeretével, ahol hathatós és igen tartós segítséget tudunk nyújtani. A képen is látjuk azt, hogy egy idős néni beszélget valakivel. Vajon milyen jellegű ez a beszélgetés? Segítő jellegű, vagy csak éppen az újabb gyógyszeradagot nyújt a néni kezébe? De mert nem mindegy. Fontos lenne tudni azt, hogy hogyan gondozzuk az időseket például, milyen az idősek lelki világa. Emlékezzünk csak arra, amikor nagymamáink haláluk előtt elkezdtek a gyerekkorukról beszélni, és nagyon furcsa volt nekünk azt látni, hogy a 80 éves nagyi azon panaszkodik, és arról számol be, hogy ő milyen árva, és milyen elhagyatott, és mennyire hiányzik az édesanyja. Ez nagyon ijesztő felnőtt fejjel, mert azt gondoljuk, hogy ez valami halálra felkészülés állapot. Nem, itt a konstellált helyzeteknek a feloldásáról van szó. Ezt is mennyivel másképp értelmezhetnénk. Ha ismernék a konstellációkat. Mennyire más lehetne a gyászfeldolgozásban való segítség ott, ahol például a birtokvesztés már túl van a 9 hónapon. Én azt hiszem, hogy új alapra kellene helyezni az életünket, és mindenféle túlzás nélkül a germánygyógytudományra helyezni a hangsúlyt. Mert ha ezt ismerjük, akkor pontosan tudjuk, hogy hogyan tudunk ennek az embernek segíteni. Nem feltétlenül kellene a mostani akadémikus pszichológiai hozzáállást minden esetben erőltetni. Biztos vannak itt is nagyon jó módszerek és alkalmazhatóak, de elsősorban azt kellene figyelembe venni, hogy ennek az embernek milyen problémái, testi tünetei vannak, milyen lelki megrázkódtatásai vannak, hogyan tudjuk rávezetni a harmóniára, hogyan tudjuk megtaláltatni vele azokat az utakat, amik célba érnek mondjuk a lelki béke eléréséhez, a teljes és maradandó gyógyulás kialakulásához. Ez végtelenül fontos. Kellene egy olyan segítő közeg, aki segít bennünket abban, hogy más szemléletet, más világlátást nyerjünk. És ugye itt az optimizmus és pessimizmus közötti óriási különbségre nem szeretnék kitérni. Én azt szeretném most kihangsúlyozni, hogy van élet a konfliktusok után is. És lehet bármennyire morbidan hangzik ez a történet, van élet a halál előtt is. Így van, van élet a halál előtt is, ez nagyon jó. De ameddig nem változtatom meg a gondolkodásomat, addig nem változik meg semmi. Minden tanfolyamon elmondom, hogy ne a tárgyi tudásra figyeljenek, hanem a gondolkodásomra. Mert ha megváltoztatom a gondolkodásomat, akkor fog megváltozni a viselkedésem, akkor fog megváltozni az élményem, az érzésem, és az érzelmeim azok, amik visszahatnak a gondolataimra, és a személyiségemet ez alakítja ki. Tehát ezért lényeges a gondolatok megváltoztatása, mert ezt irányítani tudom. Mondjuk erre egy konkrét példát, tehát ha az én gondolataim akközül járnak, forognak, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan, autoimmun, halálos, még senki nem gyógyult meg, húha, mi lesz itt, akkor a választásom is teljesen egységű, hiszen a gondolkodásom is. Gyakorlatilag előre programozom magamnak azt a kivetített sorsot, ami néhány akadémikus orvos vagy bármilyen akadémikus forrás jósol. Ha nincsenek választásaim, akkor gyakorlatilag én a jó beteg módjára viselkedem. Betartom, amit mondanak, órát felhúzom, hogy pontosan akkor vegyem be a gyógyszert, amikor az orvos felírta, a viselkedésemben is már megjelennek az új szokások, igen. Akár a táplálkozásomat próbálom megváltoztatni, akár búcsúzkodom, vagy végrendeletet írok, itt például a tetteim, már más irányultságot kapnak. Nem biztos, hogy azt teszem, amire én vágyom, hanem azt, amit szabad vagy, amit megengednek.
Ennél fogva, ha megjelenik a betegségtudat és egy másféle viselkedés, itt csak azokra az élményeket fogom észrevenni, csak az olyan élményeim lesznek, amelyek a gondolkodásom és a viselkedésemből kifolyólag megjelennek. Tehát én azt élem meg, hogy szegény, én beteg vagyok, kiszolgáltatott, nem segít senki, be kell mennem a rendelőbe, és ott meg kell felelnem az elvárásoknak. Az érzelmeim ennél fogva ugyanilyen jellegűek lesznek, borúsak és tele lehetek szorongással. Ha a szorongással, félelemmel közelítek egy dologhoz, akkor annak csak azt a részét fogom észrevenni, hogy az hol nem jó számomra, és mindig azt látom meg a történetekben, hogy ez nekem milyen veszélyeket hordoz, így a személyiségem is megváltozik. Így van. Tehát ha csak arra figyelek, hogy mi nincs, akkor egyre több ilyet látok meg. De ha a germán gyógytudományban azt látnám, hogy mire ad lehetőséget, hogy mi van konkrétan... Milyen választásaim vannak a gyógyulás tekintetében? Akkor eldönthetem, hogy hogyan választom ki a gyógyulásom útját, hogy a viselkedésemet, a gyógyulás öröme, az értelmes biológiai program lefuttatásának öröme szabályozza meg, és élveznem azt, hogy éppen gyógyulok, az érzelmeim pozitívak, hiszen meg vagyok nyugodva, tudom, hogy a rendszer az értem dolgozik, és a gondolataim is elkörül forognak, akkor egy teljesen más személyiség jegyet fedezhetek fel magamban, mégpedig az önbizalmat. Ez nagyon-nagyon szép volt ez a levezetés, köszönöm szépen, Réka, és remélem, hogy a mai előadásból is kiderült, hogy a biológiám nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a biológiám. Én értem, nyugodtan tovább lehet adni ezt a gondolatot, nincs levédve. Nagyon érdekes ez az ábrázolás itt mellette, azt a szöveget látjuk, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Hát nézzük meg ezt az ábrát még egyszer. Amint nem ismerjük a germán gyógytudományt, azt hiszük egy tünet, egy diagnózis során, hogy ez a zsákutca, ez a gödör, ilyenkor szoktuk egy-egy C-betűs diagnózis mellett már szinte temetni magunkat, végrendelkezni, hogy kire mi marad. Nézzük csak meg ezt az állapotot mondjuk egy új mezodermális program szemszögéből, az önleértékelés, önpusztítás fejezet cím mögül. Amikor jönnek a fájdalmak, akkor ízületi csontfájdalmak, akkor azt érezzük, hogy kész, megállt a világ, nem tudunk mozogni, képtelenek vagyunk a dolgainkat irányítani, a kontrollt, teljesen elvesztettük az életünk fölött, olyan, mint hogy az első férfi, aki ül a gödör alján. De ha ezt a fájdalmat tudnánk annak tekinteni, hogy éppen most építi vissza a biológiám önmagát, hogy éppen most tudok abban a szakaszban, hogy még jobbat, még erősebbet építsek fel a szervezetemből, akkor rájöhetnék arra is, hogy ez a pihenő időszak, amit éppen jelen van, amikor nem tudok mozogni, mert a biológiám pihenésre késztet, ez az új építkezésnek a lehetősége. És bizony ahhoz, hogy egy ilyen helyzetből kijöjjünk, ahhoz tervek szükségesek. Mi lenne, ha ezt az időt a jövő megtervezésével tölteném? Hogy ez csak egy lépcső arra, hogy még erősebb legyek, hogy még ügyesebb legyek, hogy ezeket a csapdákat, gondolati, érzelmi és felfogási csapdáinkat, amit nagyon gyakran magunknak állítunk föl, ezeket hogyan tudjuk kikerülni? Hát ez lenne a lényeg, és akkor teljesen más szemmel néznénk a jövőbe. Így van, és szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy mi az arany középút az, ami megfelelő. A nagyon extrém irányok, bármilyen téren is legyenek azok mindig valami olyan irányba visznek, ami nem a természetes. És a természet normális rendje és módja az arany középútban rejlik. Ez az ábra is nagyon sok gondolatot ébresztett bennem, és nagyon örülök neki, hogy ennek a kapcsán el tudom mondani azt, hogy igen, az aranymetszés is látszik hátul, hogy a biológiánk pontosan, a halszál pontosan működik, és megadja mindenre a választ, és minden mindennel összefügg. Tehát a lélek-agy-szerv szint az teljes egységet mutat, és gyakorlatilag csak didaktikai szempontból tudjuk ezt ilyen három síkon
megnevezni, hiszen a betegnek teljesen mindegy, hogy hol van a hámerigóca, teljesen mindegy, hogy milyen a labor lelete, ő most szenved. Ennek az örömét, ennek a más fényben, más szemszögben való megtekintését kínálja a germán gyógytudomány, és ez egy holisztikus nézőpont, tehát pontosan ezért is vallom magam holisztikus lélekgyógyásznak, hiszen nem lehet külön elvonatkoztatni a testet, külön a lélekkel foglalkozni, külön szervenként, sejtenként, szakembert, speciálistát felhozni, hanem az embert egészében kell tekinteni. Erre Hammer doktor is felhívja a figyelmet, és erről a terápiáról szóló webkonferencia előadásokban is beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy ez az előadás is bebizonyította, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, és nem a statisztikai adatok szerint kéne elképzeljük a betegségünk kialakulásának az okait, vagy a meggyógyulása, vagy a meggyógyulási lehetőségünket, hanem tudni kéne, hogy ha feloldjuk az érzelmi megrázkódtatásainkat, az lesz az a megoldás, ami gyakorlatilag leállítja mindazt, amit mi most betegségeknek nevezünk. Természetesen lehet halmozni ezeket a konfliktusokat, és akkor a viselkedésünk és hangulati változásaink is megjelennek. Tehát ha feltárjuk a lelki érzelmi konfliktusokat, és ezeket érzelmileg oldjuk meg, akkor fogunk eljutni a valós megoldáshoz. És az, hogy tudomány a germán gyógytudomány, én azt hiszem, ezután az előadás után nem kérdéses senki számára, hiszen reprodukálható, mindenkinél ugyanúgy fog megtörténni, az afrikai benszülöttől az eszkimóig bárkinek halálfélelmi konfliktusa lesz, az tüdőszövet szaporulatot fog okozni. Összehasonlítható, előrejelezhető, és ugye nem lesz az, hogy egyeseknél ez lesz, másoknál meg az lesz. Nem szükséges többféle tünetet összekötni csokorba és elnevezni valamilyen tudósról, feltalálóról, hiszen minden tünetnek megvan a maga oka, és ezeket érzelmileg kell feloldani, de ha nem oldjuk fel érzelmileg, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást. Remélem, hogy a hallgatók is ugyanilyen örömmel és szeretettel hallgatták a mai előadásodat, mint én.